Új név, új célok. Sajtótájékoztatón jelentette be a Ferencváros vízilabda szakosztálya, hogy a jövőben FTC PQS Waterpolo néven indul a bajnokságban és a kupákban. Az eseményen Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója kifejtette, hogy az egyesület vezetése a vízilabda szakosztály mögött áll, amely az elmúlt években is tervszerűen építkezett. Mielőtt a célokról beszélnénk, szeretném megköszönni a PQS menedzsmentjének, hogy mellénk állt, és partnerünk a következő 3 évben. Azt gondolom, hogy ha valaki ilyen mértékű támogatást nyújt a vízilabdának, ezt hálásan köszönjük, és reméljük, hogy a vízben nyújtott teljesítménnyel meg tudjuk ezt hálálni. Nagyon jó játékosokat sikerült igazolnunk. A Tóth Marci, ugye a Csuk, és egy fiatal balkezes, a Dőri Farkas személyében. Azt gondolom, hogy mindannyian erősítést jelentenek a Ferencváros számára, és teljesen az velünk maradtak, a csapat gerince is itt maradt, és az ugyanolyan erősítés, azt gondolom, mint az újak. Plusz olyan fiataljaink vannak, akik az idei nyáron, ugye Jansik Szilárd Univerziádé győztes lett, a Fogel testvérek, a Polzoli és a Kolozsi Marci a junior VB-ről éppen most jöttek haza egy bronzéremmel, tehát azt gondolom, hogy az utánpótlás, a fiatalok is megvannak, és ez a csapat nagyon jó elegye lesz a fiatalságnak és a tapasztalatnak. Az új névadó szponzora a PQS International ZRT eddig is fontos partnere volt az FTC-nek, hiszen a cég a Népligeti FTC központban teljes körű létesítménygazdálkodási szolgáltatást biztosít a klub számára. Ez egy rendhagyó döntés volt, mi alapvetően vállalatoknak adunk szolgáltatásokat, bár számos helyen étkeztetünk, így hát lakossági ügyfeleink is vannak, de több mint 2 éve elindult egy közös szakmai munka a Népligeti sportkomplexum üzemeltetése és karbantartása kapcsán, és ott elég közel és szakmai kapcsolatba kerültünk a menedzsmenttel, amely munkáját, filozófiáját megismerve, amikor jött a kérés, hogy mi lenne, ha a vízilabdával ilyen módon együttműködnénk, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet, vágjunk bele, 3 év. Ezzel a 3 év alatt még többet tudunk segíteni a sportágnak is, a vízilabdának is, ami alapvetően egy magyar nemzeti sport, illetve a Ferencvárosnak is. A következő szezonban vízilabda csapatunk a bajnokság és a Magyar Kupa mellett az Európa Kupában is elindul. Hát a bajnokságban a cél az a negyedik helynek a megtartása, ugye ez úgymond klub elvárása is felénk. Én azt hiszem, hogy erre komoly esélyünk van, hogy ez sikerüljön. Mindenki azt kérdezi tőlünk, hogy na akkor a fölfelé tekintve, hogy az OSC, Szolnok, Egerből esetleg el tudunk-e valakit csípni. Én meg azt mondom, hogy a legeslegfontosabb, hogy azokat a csapatokat, akik mondjuk egy picit hasonló, vagy egy kicsit esetleg talán gyengébb játék előtt képviselnek, azokkal tudjunk olyan mérkőzéseket játszani, ami a számunkra abszolút pozitív előjelű. Az Európa Kupában ugye van 2 csoport, csoportkör, én ezt tekintem célnak, semmiféleképpen nem elvárásnak, inkább csak célnak tekintem a 2 csoportkörből való továbbjutást, és hogyha van egy kis szerencsénk, akkor talán kaphatunk még ugye az egyenesági kiesésben is olyan ellenfelet, ahonnan tovább tudunk jutni. Fradi szurkolói kedvezménykártyával országszerte több mint 700 helyen vásárolhatsz kedvezményesen. Ezzel nem csak megspórolhatod jegyed vagy bérleted árát, de a Fradit is támogatod. Élj meg minden vásárlás győzelemként!